hogy egészeken muszáj szenvedni, csak azért, hogy mások élhessenek, vagy hogy nincs elég hely mindenkinek a nap alatt, és hogy a nagyvállalatok miért különösszetetlenek is. Nem muszáj, csak rendben. Most csak hülye kitalálsz. Hirdatkozunk, de vágyunk. Halálos kint csókolódni az elvittelőt. Miért fél mindenki jobban a szextől, mint a szkudra? És ki mondta, hogy Isten ellene van az élvezetnek? Ha meg a hetero minimál család volt csinás, akkor miért menekül belőle mindenki? Vagy miért vagy oda utolsó karasnácsok, hogy egy idegenek panaszkodjanak szobában? Kirakni állatok, hogy a 3 millió dollár kustán. Eddig elszámolni se tudok, de azt tudom, hogy ez az összeg véget vethetett. Véget vetett volna a szenvedésnek és ezzel a terrorizmusnak hogy is. Hogy lehet, hogy gyilkolásra van pénz, de gyógyításra és táplálásra nincsen? A rabszolgaság újra itt van. Nem is tűnt soha el. Szegényeknél a halál, a környezet szennyezi, cunami sugárzás, a gazdag még biztonságosabb elektromos kerítéssel veszi körbe tökéletes birodalmát. Senki nem hova lett a lázadó kamat, aki ma nem lázad, hanem vesz és elad? Miért nem csókolózik, blogolás és trágálkodás helyett? Ha már nem a nagy felekül, a rácos hasunk, meg a bőtön hajunk miatt aggódunk, ha már nem az lesz a legfontosabb, hogy mindenkinek tessünk és mindenkinek tökéletesen megfeleljük, akkor miért lesz a hatalom? Ha Jenny Jobbint a legcsúnyabb férfinak választották az egyetemén, és a Fedák Charlie börtönbe dugták, ha Mária Magdolna kurtizán volt, Szent Johanna pedig csak egy hisztérika, ha Jászai Mari csúnya férfinak tartották, Karádi Katalin pedig ördögi volt, ha Marilyn Monroe csak egy drogos kurva volt, Frida Kahlo heves termék, Maja be a buta, ha Michelle Obama fedetlen kalal mutatkozik, és ezért megkér bocsánat, akkor nevezzenek minket is hisztérikusnak, fanatikusnak, excentrikusnak, militánsnak, álmodozónak, félelmetesnek és utálatosnak, hangyásnak, szukának, süssétek rá, hogy boszorkányok, elő a seprű, trotyogjon a lábosban az étel, lányok vagyunk, akik főzni ismerünk. Azt mondom, vágjunk bele. Akár ha minden nem szakad. Azt mondom, legyek szabad, harcoljunk ki, tegyük rendbe. Kinek félni, ha már is oda van? Ezt tettek rám. Fáj, de így igaz. Te vagy meg én.
tudjam, mit vagyok! Táncolok meg, tekerjek! Táncolok meg, üdvözítő! Hogyan? A táncolok minden lehetséges. Táncolok kéjes tekinteted elő. Táncolok, mert elrepít. Táncolok, mert érzek, érzek, vérzek. Táncolok, mert a zenén keresztül élek. Táncolok, amíg a sminkje nem folyik az arcomról. Mi ellen? Lerázom magamról a fűzőt, lerázom magamról a korlátokat, lerázom magamról a diétákat, lerázom a pontokat, a hovásokat, lerázom a szabályokat, lerázom a tiltásokat. Mit érdekel vele? Lerázom a pontokat, a hovásokat, a Úgy irigylem őt, még kis volt.
Szereti a testét, szereted. A pasim imádja a pitát. A pasim imád enni, egyszerűen imád, és főz is. Úgy csábított a padlizsán salátájával, elcsábított, hogy jeljem le a szépséget. Belecsábított az életbe. Befektettek egy étkezési rendellenességeket kezelő klinikára. Kedvelem a kínai szobatársnőmet. Hamburger tetováltatott a fenekére emlékeztetőnek. Szépség egy ország, amit kapuk zárnak el. Engem soha nem hívnak meg oda. A telefonóta egyszerűen nem érti. Ez nem olyasmi, amit kitaláltam magamnak. Ez egyszerűen bennem van. Muszáj soványnak lennem. Ne fájna az egész ennyire. Ne ez vegye el minden időmet. Ne éreznem azt, hogy kimaradtam maradiből. Csak ellehetünk egymással is kész. Nem tudom, mitől lettem kövér. Egyszerűen az vagyok. De imádom élni. És imádom, ahogy lefék a kajató. Ezért az örömért veszem. Cső, kurva! Mi okoz örömet? Amikor zene a karom belső részét csikizik, egészen fel a könyökig. A tánc a vállon, ahogy a lábunk összesimul és a szél össz, körbe sustorog. Tudni a választ, a meleg szappanos víz, anyukám boldogsága, amikor anyukám vizes borogatást tesz a homlokomra, hogy lemenjen a lázom, amikor apukámtól kapok egy gyűrűt, amit a nagyomámtól örököltem, amikor új farmert próbálhatok, amikor melltartókat próbálhatok, a lágvörös rúzs az ajtomány! Imádom, amikor a barátnőm öltöztetnek. Milyen a jó kislány! Jamaika! Egy Jamaika? Egy Jamaika? Ki az utcára.
Ne beszélj más lányokkal! Most sikert takaríts! A lány a bátyja meg akarta kérdékezni. Nem mondj nemet! Ideje eljegyezned magad! Nem állj ki az erkélyre! Ne álmodozz! Ne kapálozz éles a borotva! Apám gyűlöli a lányokat. Azt mondja, régen eltemették őket, amikor megszülettek. Nincs értékük és nincs jellemük. Ez nem a te házad. Ki sem léphetsz az ajtón, most sikert takaríts! Őrizd meg a szüzességére! Ne állj ki a balkonra, ne néz ki az ablakon! Anyám bezár, apám kirúg a bátyám, ver az orvos kivár belőlem egy darabot! Ne! Ne! Én azt
cukit, meg puhát, meg azok a kis cipők és fejtelők. Szintén felöltöztetni a lányomat. Hagyd le. Ez biztos. Itt fekszünk hát, csókolózunk és simogatjuk egymást, mégis azt hiheti, hogy nem vagyok benne, mert folyton az jár a fejemben, hogy hogyan tegyem fel a kérdést. Hogy mondjam ki? Ismerem kiskoromtól, talán egy alkalmasabb pillanatban megkérdezem. Na jó, csak úgy kimondom. Nem húznál fel egy ószert? Mire ő nyomban rávágja, dehogy nem itt is van egy. Én meg azt gondolom, Istenem, nem is volt ez olyan szörnyű, megy ez magától. Nyilván nem szűz. Talán nem is ismerem eléggé. Tovább csókolózunk. Később előveszi az ószert, ezen jót nevetünk. Aztán végül együtt sikerül megoldanunk. Magunkat védjük, meg egymást. És ettől olyan vagyunk, mint ő. A legjobb barátja, 40 éves,
rendszeresen megerőszakolt. Ahányszor csak látott. Megfenyegetett, hogy kicsinálva szólok. Azzal fenyegetett, hogy elmondja apámnak. Én meg 2 évig megtettem neki, amit kért, és szifiliszt kaptam tőle. Itt van a számon egy herpesz, és gyűlölöm a hajamat. Lebuktunk! Az apám legjobb barátjával! Van, aki besételt, amikor épp a falnak zöldön csináltam, nem is azt mondta az apámnak, hogy az én bűnöm minden, apám persze hitt neki. Apám a szék kartájával vett el, és ütött, ahol ért, és kidobott a családi házból, és én hetekig járt, és tudtam, de menekültem. Az apám elzavart! Az anyám meg? Mert már belélt 22 éve, 22 éve. 14 voltam, amikor az utcára kerültem. Nem volt hová mennem. Nem volt menekülés. Aztán a rendőrségre mentem segítséget kérni, ellopták a pénztárcámat, hozzám egy fiatal, rövidre nyílt hajú férfi, azt mondta, tudna egy munkát, ő hozott ide, ő adott el nekik, ha szökni próbálok, megölik a családom, még mindig szeretem őket. A rendőrök az ágyhoz kötöztek, 7 teljes órán lett voltam bilincsben, pucéren, 6-an mentek át, rajtam egy szemetes vödör vagyok, egy kuka vagyok, én beteg is voltam. Nincs jobb idő. Én nem tudom, hogy miért születtem meg egyáltalán, én nem értek semmi örömet, én közönséges vagyok, csak hús. Anyámról már egy éve nincs idő. Esélyed sincs a rendőrséghez fordulsz védelemért. Vagy az apádhoz, az anyádhoz, a bátyádhoz, a fasúdhoz. 16 vagyok. Állat. Te. Kuka egy. Soha ne szólítsd a nevét.
Ötös számú szabály. Semmi közöd ahhoz, ha rossz kedved van. Néha olyan szomorúnak látszik, megsajnálod, hiszen annyira rosszat látott és jött veled. Már majdnem 2 éve vagy a rabszolgája. Azt hiszed, hogy nem is létezik más rajta kívül, hogy ő az egyetlen, aki szeret. Aztán egyik reggel hányni kezdesz. Azt hiszed, hogy megmérgezett, majd a hányinger elmúlik, és rájössz, hogy ez ő gyermekét várod. 6-os számú szabály. Nem számít, ha elfog menekülés közben. Inkább a halál, mint hogy meg se próbálj. Ha alkalom adódik rá, szökj meg, bízz a csodában. Gyermekeket is vidd magaddal, hiszen a szíved mélyen tudod, hogy a tiéd. Amint futni kezdesz, a lábad olyan erős lesz, mint egy igazán erős ember lába. Gyorsabban és tisztábban gondolkozom, mint addig bármikor. Anyád hangját hallod majd, ahogy azt mondja, hogy fuss, Márta, fuss. Éppen eléred a buszt. Nem nézel ki az ablakon, mert tudod, hogy a 4 testőr, aki 2 éve tart szemmel, már téged keres meg. Másnap tovább szoksz a hajóhoz. Amit kifut a hajó, lélegzetet is visszafolytok, mert látod őt a kikötőben. A kapitány egyetlen egy kérdés lesz csak fel. Hány éves vagy? 17 vagyok. 15 évesen fogadtál. Napjában 3-szor erőszakolt meg. A maga most visszafordítja ezt a hajót. Én a vízbe ugrom, és a gyermekét is magammal viszem. Inkább a halál, csak soha többé ne lássam őt. És a hajó nem fordul vissza. Ne tesz számosztabál! Ne érezd bűntudatot, amikor megőrülsz a halál hírének. Mikor már 6 hónapot otthon töltöttél, találkozol már 2 katonával a táborban. Meglepődtek, milyen jól nézel ki. Elmondják, Claude-ot megölték. Istennek hála, mondod. Ebben a pillanatban te egy csordunkja mellettől is szeretni fogod a gyermeket. 8-as számú szabály. Senki nem veheti el azt, amit önszántad volna macoda. Nem lépek a kövéssel járván. Elveszik levegőt, mint piros a lámpa. Minden könyve felolvad.
megteszem neked, ellopott tollakba. Leteszem majd a színpad célire, és sikítok majd, ha felgyónak a rivalda fénye. Kétszer felhívnak, majd leteszem. Tudom, hogy a telefont kijelzi a számom. Kis cigaretta, te hidd nekem!
kezdtem, hogy én is olyan legyek, mint mindenki. Azt csináljon, mint a többiek. Szerintem még nem akartam állandóan cigizni. Sokat kell tanulnom. Aggódok, hogy nem találok olyan munkát, amit szeretek. Azért cigizek, hogy nagy jövőkkel foglalkozzak. Akkor cigizem, amikor aggódom a család, a barátok, meg a jövő miatt, amikor igazságtalanok velem, vagy ilyesmi. Sofia a legjobb barátnőm, vele bármit megbeszélhetek, és ugyanazokat nem bírjuk, ugyanazokat a csajokat, akik így el vannak szállva magukkal, meg lenézik a többieket. Az egyik csapat menő, a másik nem. A nem menő csajok divatból cigiznek. Úgy szeretem a kezem, amikor ilyen cigizés közben mondom, olyan menőnek néz ki. Akkor én a legjobb barátnőm. Ő nem ítélkezik, neki bármit elmondhat. Tudom, hogy sokat cigizek, de szerintem nem lettem függő. Hát, tudom, hogy már függő vagyok. Majd abba hagyom, ha befejeztem az iskolát. Ezt figyeld! Valójában milyen nehéz is szeretni Barbit így, ahogy most van. Olyan durva.
tudom művelni, hogy nem is meskvál. Bizonyos értelemben még annyira sem szabad, mint én. Nem tud például elmenni, a lába meg se tartaná. Sokan jött ki és kihozzá. Tudom, hogy valami előtt megszik. Rosszul érzi magát azok miatt a lányok miatt, akik azért éheznek, hogy őt gyártsák, és azok miatt a lányok miatt, és akik azért éheznek, hogy átcsolítsanak. Csöppet sem illedelmes, utálja a szűk ruhába préselik, és kényelmetlen tűsarkuk belőszakolják a lábát. Több mint 1 milliárd barna a világon. Képzeljétek el, mi lenne, ha felszabadít a lányokat. Képzeljétek el, mi lenne, ha Barbie kimondhatna a valódi érzéseit. A feje azt üzeni, szabadítsátok ki Barbie-t. A feje azt üzeni, szabadítsátok! Szabadítsátok ki Csang Inget ebből a koszos, mocskos, emberéztő gyárból. Helye azt hiszem, hogy kérve. Megszólalt belőlem egy hang, tisztán és élesen. Öngyilkos merénylő. Barátok előtt mondtam ki egy kávéházban, és azzal véget ért a lázban. Kárit azt mondták, meggondolkozzam, azt mondták, hogy te meg én együtt lehetünk odafent. Túl gyorsan beszéltek, túl gyorsan mozogtak, időre lett volna szükségem. Velem küldtek egy fiút is. Láttam rajta, hogy fél valaki vagy valami küldhette őt ide, aztán mint én megpróbált lépést tartani a többiekkel. Kali, lehetett volna a tegyeneket is, aki rám feszült, szívva belőlem az életet, akár egy csecsebő. De egy bomba volt. A télen helyükre küldtek minket, mint a rossz gyerekeket az iskolában, hogy ott várjunk a robbanásra, hogy meghalljunk ott helyet. Csak az ég volt. Az ég, és nem tudtam megtenni. A gyerek feje darabokra szakadt. A gyerek teste felrobbant, és most több darab is hiányzott. Nem várom, hogy börtönben vagyok. Legalább nem kell színvennem, hogy szabad vagyok. Nincs benne gyűlölet. Nincsenek illúzióim. Nincs már szerelmem. Nem mehetek haza. Szétfolyó víz a hajam. Fáj, ha letérít az utamról, vagy ha beleszakad a szívem. Ezt